Hát sziasztok everybody, itt Kaktusz, és itt a Let's Play-nek a 27. része lesz. Videón kívül mindent elvégeztem, amit megígértem. Körülbelül idáig kellett leásnunk ezt az egészet. Nem is végeztem el. Mindegy, erre majd még ráírunk. Az a lényeg, hogy összeszedtem mindent, amivel majd még ki szeretném itten díszíteni a dolgokat, és igazániból nem is, mert még egy vödörre szükségünk lesz. Mert hogy ugyebár lentre is tudjunk egy örök vizet csinálni. Ezt most gyorsan megcsinálom. Amúgy... ugyebár... hát azt látjátok, hogy a csákányai nem igazán törtek, mert mondjuk a fortunosom igen, azt nem tudom, azt véletlenül használtam egy csomót, és akkor most letört belőle egy csomó, de tök mindegy, azt úgy is ritkán használom, csak amikor jó ércet találok. Szóval ezzel igazából annyira nem kell spórolnunk, mint például esetleg egy másikkal, viszont láthatjátok, hogy ez a normális csákány, amit így mindig szoktam használni, ez szinte teljesen hibátlan. Ennek az az oka, hogy már egyszer addig letörtem ezt a csákányt, hogyha egy blokkot kiütöttem volna vele, akkor eltört volna. És hát hozzákraftoltam egy teljesen új gyémánt csákányt, valami 10 nem tudom hány szintért, a szintem is lement, de azóta már farmoltam a XP farmból. És ja, most van egy szinte hibátlan gyémánt csákányunk, meg zombikat hallok, de az mindegy. Igazából. Ja, meg... glowstone, hát azt miért nem készítettem elő? Én pedig tökre azt hittem, hogy én mindent előkészítettem erre a videóra. Pedig nem. Elég sok minden hiányzik még. Mint például a glowstone. Amúgy azt néztem, hogy a fortunos csákányon szerelem ki a glowstone-t, akkor szerintem több dustot kaptam, de lehet, hogy ez hülyeség. Mindegy, inkább fortunnal szedem ki, mert szerintem én úgy láttam, hogy így többet kaptam. Bár nem vagyok ebben biztos, csak úgy gondolom, hogy úgy láttam. Mindegy, akkor mielőtt még elkezdenénk a díszítést, egy gyorsítás keretében még leütöm ezt a maradék blokkot, amit még itt hagytam. Pedig én tökre azt hittem, hogy az egészet leütöttem, nem tudom, miket képzelődök itten magamban. Jó, le is ástam mindent, amit kellett. Hogy elég nehezen sikerült elaludnom, mert ott volt egy zombi egy kis lukban, amit nem temettem be, és beszpawnolt oda. De a következő dolgunk az lesz, hogy mindent, ami ilyen más kő, vagy föld, vagy valami ilyesmi, azt megcsinálni kővel, kivéve ezt a talapzatot, vagy kivéve az összeset, ami a padlón van, mert a padlón még azért majd fogunk módosítani az alakján. Nem így fognak majd kinézni. És hát jó, ez nem kevés munka lesz, az be kell vallani, és ott elég sok. Szóval ezt is egy ilyen gyorsítás keretein belül fogom megcsinálni. Na szóval, úgy állunk, hogy elfogyott a kövünk, de már majdnem készen vagyunk. És hát ameddig sül a kő, addig inkább belekezdek a következőbe. Ami pedig nem más lesz, mint hogy csinálunk egy jó sok létrát, mert... jó sok létrára lesz szükség? Nem is véletlenül. Beállványozom tulajdonképpen az egész ilyen szakadékot, és ki fogom oldalról díszíteni. Csináltam 48 kerítést. Szerintem nem ezt akartam csinálni. Létrát akartam csinálni. És ja. Be fogom állványozni oldalról az egész szakadékot, és ki fogom így. Hát, szóval na. Nem tudom igazán, hogy elmondani, mert lehet, hogy nem is díszítése, hanem inkább csak én természetesebbé fogom tenni, szóval, hogy ilyen random helyekbe kiütök egy-egy blokkot, és berakok a helyikre cobblestone-t, illetve van itt egy ilyen szép ilyen új blokk, ez az andezit. Ez is jól néz ki, meg andezitet. És akkor ilyen sokkal ilyen szakadozottabbnak is
Nem tűnik ilyen simának. Meg majd kicsit belefúrok ide az oldalába, és hogy ne legyen ez ilyen sima. Hanem kicsit ilyen szabályozatlanabb legyen. Olyan szavakat használok, amikre még soha nem is hallottam, szóval azért vagyok ilyen bizonytalan beszédileg. Na mindegy, még egy stack fát fel fogok használni csak létrára. Szerintem. Ja, egy olyan ennyit. És akkor ebből most már annyi létre lesz, hogy úristen. Ebből jó sok létre lesz. Így. Nem tudom hány stack, de nagyon sok. 3 stack. Mindjárt meg vagyok. Oké. Már nem fért volna több egy stackbe az a helyzet. Aha. 4 stack jött ki belőle, és még maradhat bot, de azzal nem fogok semmit csinálni. És előbb inkább alszok, vagy... Hát ránézek a csirkefalra, mert már kezdünk laggolgatni, de nem előbb alszok, mert már most már tudok aludni. Előbb nagyon meggyújt a bajom azzal, hogy tudjak elaludni, mert ez a zombi ez legkisebb zugba volt belespalmolva, aztán izé öljen meg a jó fej. Na jó, akkor most leszedjük a csirkefalmat, vagy legalább egyszer megetetjük, vagy nem tudom, vagy valami ilyesmi, mert laggolunk már miatta. Miért van azt, hogy mostanában ilyen sok ideig tart el aludni? Különben ez nekem egy sokkal hosszabb rész lesz, nektek nem annyira. Mert nekem most sokkal többet kell játszanom, hogy ne legyen megint ez egy unalmas rész, mint ahogy a előző volt. Úgyhogy hát ja. Na, meg is vagyok 31-es szintű, és akkor nézzük is meg, hogy hogy állnak a köveink. Hogyha jól állnak, akkor az király, ha nem állnak jól, akkor az nem király. Csak mert folytatni kéne a dolgokat, mert nem érek rá itt egész nap. Azért. Nekem is kéne sietni valamennyire ezzel a videózásos dologgal. Elég sok csirkénk van már, az be kell, hogy valljuk. Nagyon sok csirkénk. Ezek a Butcher NPC-k majd jó sok hasznunkat, vagy jó sok hasznát fogjunk venni egy Butcher NPC-nek. Mert az ugyebár vesztélünk csirkét, és akkor mi eladjuk neki. Na de először inkább beállványozom itt az oldalát, ameddig sül még a maradék kövünk. Bár szerintem inkább így alulról kéne fölfele. Ja. De sokkal értelmesebb lenne, akárhogy is nézzük. Na be is állványoztam mindent, és nagyjából amúgy azt elfejtettem, na mindegy, azt mindjárt megcsinálom. Nagyjából mindenhol kipótoltam sima kőre, de most jön a még nagyobb része. Pedig nem lesz más, mint hogy ilyen kis random lukakat fogok ütni ide a falba. Össze-vissza. Ezekben majd cobblestone-okat és ilyen andeziteket fogok belerakni. És higgyetek el, hogy jól fog kinézni, bár igazából nem tudom, nem vagyok még benne biztos, hogy ez tényleg jól fog kinézni, csak feltételezem. Mert nem tűnik rossz ötletnek. Mondjuk így oldalról eléggé kényelmetlen ezeket így összeszedni, szóval lehetséges, hogy valami állványt kéne csinálják ez. Sőt, azt is fogok szerintem. Így feljövök szépen. Lepakolok pár földet. Bár lehet, hogy... Á, nem tudom. Az a baj, hogy lehet, hogy ezt a falat még el se kéne kezdeni, mert hogy előbb inkább ilyen szabálytalanra megcsinálni, hogy ne nézzen ki ilyen szabályosan. Vagy, na, ez jó ez így. Majd még utómunkákkal javítok a dolgokon. Igazából nem lesz ez ilyen sima, szép lesz, higgyétek el. Na jó, igazából még én sem vagyok benne biztos, hogy szép lesz, csak valószínű. Valószínűleg tartom, hogy az lesz, mert én csak szépet tudok építeni, ja nem?
Ah, Jézusom, mennyi idő volt ez. Kiástam végre a helyeit a dolgoknak. És most jön az, hogy betemetem őket ezekkel a már mondott blokkokkal. Viszont ezekből rengeteget kell most elővennem. Legalább egy ilyen 4 szekket, de lehet, hogy többet. Nem tudom igazándiból. Az a lényeg, hogy jó sokra lesz szükségem, mivel... Szóval annyi lukat kell most betömnöm, hogy ez nem állapot. És tényleg, az a baj, hogy sokkal kevesebbet tudok megcsinálni a részben, mint amennyit én terveztem. Szóval ez a lomb, ez nem is fog más már kelleni, se az inda, se a füves föld, amit amúgy a... Akit érdekel, a Silk Touch-os baltámmal vágtam ki ezt a füvet. Szóval, ja, ez annyi munka volt, hogy tényleg tudom, unalmasabb rész, meg a következő rész is ilyen... gyorsítós tesz, de abban legalább normálisabb dolgokat fog csinálni. Én úgy terveztem, hogy ez nem lesz ilyen rossz rész, hát bocsánat. Az a baj, hogy elég gyakran van ilyen. Túl gyakran van ilyen. Az a baj, hogy annyira hasonlít a kettő blokk, hogy nem tudom őket megkülönböztetni. Na jó, de azért nagyjából meg tudom. Jó, van akkor... Megpróbálok még azért keresni egy stacket legalább. Python 50, nem tudom mennyi. Húha. Itt van még 2 stack, jó van. Ennyi elég lesz, és akkor elkezdem betömni, és utána muszáj leszek elköszönni, mert nem tudom, legalább már egy másfél órája itt ülök a gép előtt. És de nem tudok mit csinálni, ez unalmas, ez van. Végeztem. Hát igen. Tudom, ez még nincs kész, mert még le kéne szedni az állványokat, de ez már egyszerűen nincsen. Nincsen már ez kedvem egyáltalán. Szóval úgy érzem, hogy ezt a részt most fogom abbahagyni. Hát szerintem videón kívül még azért itt ebben haladgatni fogok, mondjuk azért leszedem az állványokat, meg az alját megcsinálom, meg ilyenek. Szóval ja. Akkor ez a videó ennyi lenne, a következő videó is ilyen gyorsítós, de talán abban azért több ilyen design fog belevinni, nem csak így ásni fogok meg köveket kicserélgetni. Szóval azért már tényleg ilyen lombokat fogok lerakni, meg minden ilyen szírszart. Szóval ha tetszett a videó, nyom le egy lájkot, bár nem hiszem, hogy tetszett volna. De mindegy, hamarosan találkozunk a következő videóban, de addig is, sziasztok!